Andal utcai iparvágány bejárás folytatjuk. Egyelőre eddig a háttérre már az infóparkon, ott már felesleges bármit is keresni, mert ott már semmilyen maradványt nem találunk, mivel ezt még a lánymányos így építése után kezdték el építeni, és akkor biztos, hogy mindent eltüntettek, viszont az egyik vágány az itt ment, és ezen a, ez aluljának még nem volt meg, mert itt nem volt híd, viszont ez már igen, ez a déli összekötő vasúti híd volt, és itt jött át a vágány, ott a kopaszig át felől. Hát itt, ahol látjátok ezt az építkezést, itt ment mellette, és ott. Hát ezt nem tudom, hogy mennyire lehet ezt keresni, hogy be kéne menni a kopaszigátra, ami itt nem lesz egyszerű feladat. Nem tudom, hogy ezt a bejárat megvan-e még, hogy az építkezés miatt azt is lezárták. Hát ha lezárták, akkor vissza kell sétálni. Egész sokáig, és csak úgy lehet tovább menni. De a vágány az valahol itt jött. És itt, ezen az aluljáron ment át. Felettük egyébként a déli összekötő vasúti híd van, így a Fradi Mekkelenföld között. Itt van összekötetés a vasút részéről, és így jött. És akkor ugyebár még a Lágymányosi híd az bőven nem volt meg. Vagy most már Rákóczi hídnak hívják, de valahogy én így szoktam meg, és mindig Lágymányosi hídot mondok. Hát ez van. És akkor hát mindegy, tovább megyek, aztán megnézem, hogy alapfele még mit találok. Szerintem semmit nem fogok. Hát köznek a lesifotós felvételek, mert itt volt két iparvágány kiállkozás, ez a KEV metró telep helyére ment, és itt mind a két irányból volt a kiállkozás az iparvágányhoz, és a telephely az nagyjából ott volt, ahol most építkeznek. Akkor a kopaszigátnak már majdnem a széle, és ez volt még az utolsó, ezen a szakaszon, amit használtak, mert ami később ott az infóparknál környékén volt, az már akkor sem volt használatban, sőt az Andor utcai vágányoknak azt a részét, azt még jóval korábban fel is szedték. Ez a KEV metró telephely, ez még sokáig megvolt, és kiszolgálás, de ez volt az utolsó ezen a, ugye az észak felé tartó szakaszán a magának az iparvágány hálózatnak. És hát ez jobban lesz, nem tudom megmutatni, mert itt is azért már teljesen lekultiválták a területet, és vágány maradvány itt már nincsen, de ennyi. Tehát amikor, és talán ez úgy volt, amikor a kelenföldi előbbében még volt kiszolgálás, meg a hengermalomba, akkor még hogyha ide nem is volt, de nem bántották, ezt még nem szedték fel akkor, hanem ezt egyszerre szedték fel, amikor a kopaszigátat elkezdték ide kultiválni, meg ugye területrendezés volt, ugye 2003 környékén volt, amikor gyakorlatilag minden közterületen lévő vágányt felszedtek. Erről egyébként majd fogok is beszélni majd a videó végén, hogy ez egyébként egy jó ötlet is volt, és hát helyes, mert hogy nézett ki akkor, és hogy néz ki most, de ezt majd részletesebben fogok majd beszélni, hogyha visszajöttem a hengermalomhoz. Meg bejártam még ezt a szakaszt is, ami útból kimaradt. Na, lássátok fel, itt vagyok a kopaszigátnál, és az egyik iparvágánynak itt volt a vége a térkép, szerint a másiknak meg itt. Tehát ez a KEV metró telephelye volt. Gondolom, hogy egy nagy oströvezet, meg valami üzem csarnok lehetett itt, mert valószínűleg még akár innen tovább folytatódhatott, és itt volt. Hát ahhoz képest megnézzétek meg, hogy most hogy néz ki. Mert vannak olyan vágányok, hogy amiket el kell engedni, hogyha nincsen rá szükség, akkor inkább szedjék fel és csináljanak a helyére valamit. Ugye a vízafogóira is ezt mondtam. No, és itt is ez maximálisan igaz az Andor utcaiakra. Valahol szerintem az egyik vágány egyébként ott lehetett, ahol a járda megy. Tehát valószínűleg azt annak a helyére építették, de ebben bátor, tehát nem biztos, csak ugye adhatta magát a lehetőség, hogy ha már úgyis ott van, akkor és felszedték, akkor mehet a helyére a járda. Legalább a nyomon ott biztos, ahol egy tehervonat el tudott menni, ott a gyalogosok is el tudnak menni. És minden igaz, akkor itt valahol el lehet menni a malomig, csak itt az építkezés miatt le van zárva a terület egy része, és lehet, hogy a járdát is érinti. És egyébként bónusz, azt majd szerintem fényképet fogok róla bevágni, hogyha sikerül addigra. Egy 543-as Ikarusz pont akkor jött be itt a kopaszigátra, és meg is fordult, nem ide jött, csak itt tudott megfordulni. Hogyha ezt tudtam volna, hogy meg is fordul, akkor le is videóztam volna nektek. De majd talán egy képet tudok róla mutatni, hát sok fénykép készült róla. Hát keressük akkor tovább a vágányokat. Amiket úgyse fogunk megtalálni, de a nyomvon alatt azt legalább bejárom. Hát igen, ez hozta az építkezés, hogy nem tudok itt átmenni. Egyszerűen az egész le van zárva. Arra felé is, és akkor itt nem lehet átmenni. Úgyhogy, hát nem tudom, hogy tudom kikerülni, szerintem sehogy. Vissza kell menni egészen a
Dombóvári útig, vagy meddig, vagy esetleg a villamos megállóig, aztán valahonnan a másik irányból támadva próbálkozni, ezt bejárni. De egyébként mondom, az egyik telep, ha itt volt, és a sínek is ott jöttek, ahol most nagyjából a járda van. Tehát jó helyen vagyok, csak nem lehet tovább menni, és itt át kellene menni a túloldalra, és ott azon a sétáló részen, vagy ott a járdán végig menni. De most lehetetlen, mert le van zárva az egész. Akkor szevasztok, itt vagyok közben, megint a hengermalom előtt, a Kopaszigátnál. És ha valószínűleg az áros itt kicsit gyorsabban fogjuk felvenni, mert már csepeleg az eső, és hogy egy kicsit jobban rákezd, akkor még vissza kell zsolni a buszhoz. Még mielőtt teljesen elázik a felszerelés, meg én is. Látjátok, itt mögöttem ment a egyik vágány, viszont itt egy komplet rendezőpályaudvar volt, itt mindent, amit láttok, de meg is mutatom nektek. Tehát itt most végig, itt egy csinek voltak, itt több vágány bement oda az erőműbe, hátrébb, itt is, ahol most állok, itt ment az egyik. Ez volt a fő vágány, ebből ágazott ki a többi, viszont itt egy komplet rendezőpályaudvar volt, akkor hát igazából egy rozsdaövezet. Még eddig is eltartott egészen a Dunapartig. De nagyon sok vágány volt, és nézzem meg a hengermalomba is bőven. Tehát igazából ez pont egy olyan azért, iparvágány volt, vagy meg eleve vasútvonal, amit nem baj, hogy felszedtek, sőt, ez föl kellett, miután már ugye nem volt funkciója, mert a funkcióját azt elvesztette, az egyértelmű, miután ugye itt a mögöttem lévő erőmű, de mutatom, tehát ott a hőerőmű átért széntüzelésű földgázon már nem volt rá szükség, hogy ide tehervonatokkal hozzák a szenet. Bezárt a hengermalom is, tehát már azt sem szállított, akkor meg minek roncsa itt a látképet. Tehát ahhoz képest, ami azóta itt van, hogy vágányokat felszedték, megcsinálták, rekultiválták a környéket, és így most kinéz valahogy. Tehát, sétáló utca, park, több, és ennek így kell lennie, tehát nem kell minden vágányhoz ragaszkodni. Tehát ezt mondtam a vízafogónál is. Kicsit akkor erre is szétnézünk, ment közben. Tehát a vízafogó iparvágánál is azt mondtam, hogy amire már nincsen szükség, azt szedjék is föl, legyen valami más a helyén. Bár és most kicsit jobban rákezdett az eső, úgyhogy szerintem zsaljunk is innen valóban. Szerintem, hogy nem beállok ide a fa, itt ide a fa mögé, és akkor nem fogok teljesen megázni, csak félig. De látjátok, most egyre jobban esik. És innen még azért messze van a busz megálló, tehát még a megázást azt nem úszom meg szerintem, viszont videózásért megáldozni kell. De legalább a kamera nem fog megázni. Tehát, most az a lényeg, hogy a kamerákat mentsük, meg a technikai eszközöket. Aztán, hogy amúgy meg, hogy én megállok, az nem mindegy, majd megszáradok, tehát a téma, jó van. Tehát akkor gyorsan, akkor fejezzük is be, tehát a lényeg az, hogy az Andor utcai vontató vágányért azért nem kell, azt nem kell siratni, nem kell sajnálni, hogy felszedték. Egyszerűen amikor megépült, akkor az okkal épült meg kellett, funkciója volt, de aztán utána ezt elvesztette, meg a közlekedés is csak akadályozta a Fehérvári úton, meg az Andor utcán is nyilván. Ugye, akkor is ugra volt, ott volt az út szélén, ugye az útátjáróknak forgalmat tartotta föl, mikor főleg a vége fele már, amikor egy ökkettes tempóba kellett a tervonatoknak ott átcsattognia. De a Fehérvári útra persze feltartott a villamos forgalmat is valószínűleg. Mert ugye erről külön információ nincsenek. De nyilván így lehetett, amikor már ilyen tízzel mögöttel lehetett csak ott átmenni, akkor egy hosszabb tehervonat, ami amikor Betonlem gyárból jött, hát az valószínűleg nem 5 másodperc alatt ment át, és akkor addig a keresztirányú forgalom az semmi. Se előre, se hátra. Tehát igazából nem tett el ennyi. Tehát nem volt már rá szükség. Felszedték, és nagyon helyes. Hát vannak olyan vasútvonalak, amiket nem kellett volna főzni, hiba volt megszüntetni, de ez nem olyan. Tehát a vízafogói iparvágán se ilyen volt. Meg most már nyilván a homoktelenyei vasútvonalnak se lenne, amit nemrég bejártam értelme. Hogy újraindítsák, tehát igazából, hogyha most ott is felszednék azt, hogy azt, ami megmaradt belőle, az se lenne egy nagy érdekes, és még épülne egy bicikliút vagy a helyére, akkor még az is egy fejlesztés lenne igazából, tehát nem kell minden centi vasúthoz ragaszkodni, még vasútbarátként se. Hoppá, na és akkor most egyre jobban esik, szóval akkor most minden, akkor a videó az most ennyi lett volna, most akkor veszünk egy nagy levegőt, és elfutunk a buszmegállóig. Vagy valami fedett helyig, és ott megvárom, ameddig eláll. Úgyhogy ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Ja. Esetleg majd neocitránra fog gyűjteni, hogyha megfázok. Akkor majd kiírom, akkor különben is mondom, hogy PayPal, meg bankszállom, meg Patreon, hogy dobjatok össze neocitránra valós. Na most működik a szökőkút, ezt nézzétek meg.
és közbe szakad az eső.